Hello, srácok! Diana ma fél órát késett a suliból, pont. Szia, Diana! Sziasztok, srácok! Hol van Smiley? Ő ma nincs a suliban. Ó, Diana! Gondoltam, hogy ma nem fog jönni. Meg kell szoknod a tényt, hogy mindig késik, de mindig itt van. Diana, hol vannak a mi csajaink? Srácok, feltételezem, hogy a tegnapi buli után Janánál úgy döntöttek, hogy ma nem jönnek suliba. Jó napot, Mike tanár úr! Szia, Ice! Szia, Diana! Nastya ma itt van a suliban? Ice, készíts nekem egy kapucsinót, kérlek. Ami pedig Nastyát illeti, hát nem veled jön iskolába? Amióta veled van, már nem jár velünk suliba. Tudod, Diana, csak apró van a pénztárgépben. Nastya pedig nem veszi fel a telefont. Tegnap ő dolgozott helyettem. Ice, ne! Nastya ezt sosem tenné. Szerintem ez valaki más volt. Két papablágy, alszik, egy pedig shoppingol. Fura, hogy Diana iskolában van. Lányok, halkabban, ellenőrzöm a fizeteket. Most dolgozhatok egész hónapban ingyen. Ice, nyugodj meg, készíts nekem kapucsinót, én pedig megnézem a biztonsági kamerán, hogy ki tehet. Komolyan? Komolyan. Remélem nem Nastya volt. Ó, tolvaj van a suliban, pont az összes pénz eltűnt Ice pénztárcájából. Ki tehette ezt? Én azt gondolom, hogy Nastya volt, pont. Elegem van Jaja újságíróból. Figyelj, Jaja, ha még egy szót írsz rólunk, pompon lányokról a füzetedbe, a szemetesben fogja végezni. Szeretnéd, hogy ez történjen? Diana, én vagyok az iskola újságírója, az igazat írom. Diana védi a barátait, pont. Jaja, tényleg nem tudlak elviselni? Miért nem írsz a suliról vagy a kávézóról? Különben is eltűnt a pénz Ice pénztárcájából. Fejezd be, hogy rólunk pompon lányokról írsz. Diana, nyugodj meg! Ó, veszekedés! Lányok, fejezzétek be a veszekedést! Hagyjátok Jaját, hogy írja az újságot! Egyezzük, Mike tanár úr! Komolyan, Mike tanár úr! Miért nem ír Jaja magáról egy cikket? A zöldhajú tanárról? Zavarná ez önt, talán? Nem, az nem lehet. Nem írhat a tanárokról. Ez 1300 forint. És ti békák, hagyjatok minket békén, nincsenek rólatok pletykák, mert nem vagytok népszerűek. Na, sziasztok! Az óra 15 percen belül kezdődik. Hallottátok, az óra 15 percen belül kezdődik. Hát, tizedikesek, sietnetek el, most kezdődik az órátok. Siessetek! Békák, olyan durvák vagytok. Elegem van ezekből a békákból. Figyeljetek, békák, hagyjátok el a kávézómat. Ó, Diana, itt vagy, beszélhetnénk. Ó, Stella, örülök, hogy az iskolában vagy. Menjünk, mi történt? Majd most elmondom. Békák, muszáj fizetnetek. Adósságra eszünk. Nem, nem fogtok többet adósságra enni. De nincs pénzünk. Kosarazók. A kosarazók nem fognak a békáknak fizetni. Békák. Kapzsijuk. Ez 1300 forint. Diana, le vagyok döbbenve, amikor a fiúk meglettek, elkezdik kiabálni iskolai stylist. Stella, ezt nagyon nehéz elhinni. Diana, valamint a nevét is kicserélte, teljesen máshogy néz ki, mint az előtt. Köszi, Stella, hogy elmondtad. Oké, menjünk az öltözőbe, hogy megnézzük a mi új stylistunkat. Diana, ne aggódj, lehet, hogy meg tudjuk ezt oldani. Itt van, csak ennyink van. Ez komoly? Nem kell a pénzetek, mindent ki kell fizetnetek. Ez csak ennyink van, de el tudunk mosogatni. Békák, ezt komolyan mondjátok? Ezek a poharak újrahasznosítottak, nem kell elmosni. Sajnáljuk, Ice. Téged nehéz kiengesztelni. Maradhatunk adósak? Ugye csak vicceltek. Megtalálom a focistáitokat és ráveszem őket, hogy mindent fizessenek ki nektek, mindhármútoknak. Valaki elmagyarázná, hogy miért van sor? Jaja, van egy stylist az iskolában, igazi szépség a lányok között. És Gigi a következő, az én nyalókám. Igen, most Maruska van bent utána Gigi, és aztán én. Júlia, teljesen új lány lesz belőled. Igen, kakuk, hamarosan. Az ördögben olyan ideges vagyok. Mi lesz, ha nem ismerem meg? Oké, Júlia, utánad megyek. Oké. Nem, Blondi a következő. Utána mész te. Nem értem, milyen sor ez itt? Nézd, ez a sor az iskolai stylisthez. Rendben. Srácok, komolyak vagytok? Sor az én pasimhoz? Milyen iskolai stylist? Hallottátok, ez az ő pasi. A soron kívül is bejuthatunk. Artyom, hogy tetszem? Milyen csillag ez a homlokodon? Mint a királynő lennék, nem látod? Wow. Mi ez a homlokán? Diana, ezt az iskolai stylist csinálta. Diana, ne ilyen gyorsan, én vagyok a soron, állj a saját helyedre. Utánam következel. Nem, utána én vagyok. Jaj, a Blondi után következel. Srácok, sajnálom, de soron kívül fogok bemenni, semmit sem teszek a homlokomra. Mindjárt jövök vissza, csak megoldom a dolgokat. Diana, mérges, amiért új király stylist van a suliban.
Gigi hamarosan kijön az én nyalókám. Oké, rövidítsük le a haját, hogy magasabbnak tűnj. Oké, iskolai stylist, egyezem. És muszáj kiegyenlíteni a bőrö túnosait. Smiley, mi történik itt? Igen, Diana, megmondtam. Ó, Diana, figyelj, át kéne öltözned, nem tetszik, ahogy kinézel. Stylist, rám fókuszálj, kérlek. Smiley, mi történt? Megváltoztál? Hol van az én pasim, a kosarazó? Diana azt mondta, szörnyen nézek ki, és a stílusomon is változtatnom kell. Diana, minden rendben, csak már nem vagyok kosarazó, most iskolai stylist vagyok. Milyen stylist, Smiley? Egy kosarazóval jártam, nem pedig egy stylisttal. A műstrasszok nem menőek. Diana, nem lehetek egész életemben kosarazó. Oké, szóval azt ajánlom, hogy vegyél fel egy hálós toppot, vagy ezt a tetkó utánzatokkal. Nem, köszi, Smiley, nem akarok ilyen toppokat viselni. Két választásod van. Vagy újra kosarazó leszel, vagy szakítunk. Nem leszek együtt egy stylisttal. Káosz csinálni, minden lány úgy néz ki, mint... Ha tényleg szeretnél engem, akkor elfogadnál úgy, ahogy vagyok. Ma elég felpróbálhatom a toppokat. Nem fog jól állni. Gigi, hamarosan kijön? Nem tudom. Amúgy is én vagyok a legszebb. Na, sziasztok. Az óra 15 percen belül kezdődik. Gigi, a matrúzsok most nagyon trendig. Milyet színt szeretsz? Ezt vagy inkább egy másikat? Stylist, azt csinálom, amit mondasz. Oké. Okay. Kosarazók, tudtátok és semmit sem mondtatok. Persze, hogy tudták, látták ők. Diana, mit kellett volna mondanunk? Mi is ledöbbentünk. Hé, lányok, én itt öltözök. Nem nézünk oda. Srácok, ti a barátai vagytok, csinálhatnátok valamit. Egy kosarazóval jártam, de bár nem kosarazó, hanem valamilyen iskolai stylist. Megőrülök. Mi is le vagyunk döbbenve, nekünk azt tanácsolta, hogy változtassunk a stílusunk. Azt tanácsolta, hogy rakjunk fülbevalókat és vágjuk el a szemöldökünket. Ennyi volt? Most már szingli vagyok? A kosarazó már nem a barátom? Diana, találsz majd új barátot, vagy lehetsz újra Dimával? Nem, köszi Stella, biztosan nem leszek megint Dimával. Hé, miért nem támogatjuk Smiley-kot és leszünk mi is stylistok? Brovaszti, normális vagy? Végre valaki szép stylust választott nekem. Végre én vagyok soron. Gigi, megyek veled, nem hiszek neki. Gigi, nem is változtál meg. Patrikat nem látod? Megváltoztatta a rúzsom színét. Oké, okay, stylist, teljes átváltozást szeretnék. Oké, okay, szerintem jobban fogsz kinézni rövid, szőke hajjal. Oké. Okay. Júlia, el foglak hagyni! Nem akarom, hogy szőke legyél! Kakukát nem azt akartad, hogy megváltozzak? Készen állok. Készen van? De én nem! Oké, okay, Júlia, világítsuk ki az arcodat. Oké. Okay. Ó, Diana, úgy sajnálunk! Már nem vagy kosarazó barátnője. Valamikor normális vagy, de most stylist. Oké, Diana, mennünk kell, edzésünk van. Oké, oké. Figyeljetek, békák, a ti barátaitok még csak nem is stylistok. Stella, menjünk. Valójában mi kosarazókkal járunk. Csajok, látjátok, megbántottuk. Igen. Smiley-be mehetünk? Nem, miért választotta Júlia követket? Mert a stylist azt mondta, hogy király. Ó, úgy döntöttetek, megváltoztatjátok a stílusotokat? Nem, Smiley, nem akarjuk megváltoztatni a stílusunk. Beszélnünk kell veled. Oké. Okay. Jó, Júlia, gyere el, és holnap megtanítalak sminkelni. Oké, okay, köszönöm. Nagyon tetszik. Menjünk, Júlia. Hagyj minket elmenni. Ha azért jöttetek, hogy elmondjátok, hogy fejezem be, tudjátok, meg nem fogom. Smiley, ez nagyon király, de Dianát ez nagyon zavarja. Igen, Smiley, ő nagyon le van döbbenve. Srácok, én is zaklatott vagyok, mert azt akartam, hogy elfogadjon. Hát nem értitek, szeretem ezt csinálni, szeretem. Mit csináljak, hogy megbékéljen ezzel? Smiley, megpróbálhatnád talán meggyőzni. Igen, mi továbbra is a barátaid vagyunk, még a rózsaszín inget is viselsz. Oké, emberek, tudtam, hogy ti igaz barátaim vagytok. Ami Dianát illeti, van egy ötletem. Oké, sok szerencsét, Smiley. Igen, azt akarom, hogy ismét egy összetartó csapat legyünk, kosarazók és pompomlányok. Igen, kosarazók és stylist. Oké, menjünk, Max. Üdv, menedzser Anna! Kellene valami jó ajándék. Hol vagyok én? Az iskolában vagyok, az öltözőben. Igen, az ajándék a barátnőmnek. Valami érdekes. Muszáj kibékülnöm a barátnőmmel. Aszta! Iskolai stylist! Változtat meg a kinézetünket! Oké, békák, most mennetek el, randim lesz. Smiley, olyan király vagy. Ez a kinézet nagyon illik hozzá. Tudnál néhány műstresszot tenni az arcomra? Csajok, mondtam, hogy menjetek.
Viszlát! Még találkozunk itt! Gyerünk! Jól van, írnom kell Diannának. Oké. Diana, gyere el az öltözőbe. Mindent el akarok magyarázni. A te smiley-d. Stella, biztos vagy benne, hogy mennem kell? Igen, Diana, menned kell. Nézzük, mit akar mondani. Stella, várj! Remélem azt fogja mondani, hogy Diana, szeretlek, ezért újra kosarazó leszek. Oké, indulok. Oké. Sok szerencsét, Diana. Smiley, elolvastam az üzeneted, itt vagyok. Hallgatlak. Diana, sajnálom, hogy ezt nem mondtam el neked. Megértem, hogy meglepődtél. Nézd, ezt neked hoztam. Nyisd ki! Smiley, mi ez itt? Ajándék? Diana, nagyon szeretlek. Szeretném, ha mindig elfogadnál. Szeretlek. Smiley, én is szeretlek téged. Csak jobban szeretlek úgy, mint kosarazót. Diana, csak nyisd ki a dobozt. Hidd el, valami király dolgot hoztam neked. Oké. Komolyan, Smiley? Két leengedett lufi? Hát, menedzser Anna nagyon laza. Diana, ülj le, csinálok neked valami különlegeset. Smiley, de nem szeretném. Diana, már most gyönyörű vagy, úgyhogy nem lesz sok dolgom veled. Most kiválasztjuk a rúzsod színét, és tegyük egy pár műstrasszt. A strasszok elengedhetetlenek, ez nem az én stílusom. Hidd el. Mit gondolsz? Tudod, Smiley, a rúzs vagány, de a strasszok nem valamik, nem igazán tetszenek. Oké, Diana, levesszük a strasszokat, de ígérd meg, hogy együtt leszünk, és holnapra kitalálok neked valami nagyon király kinézetet. Oké, Smiley, de jobban tetszettél, mint kosarazó. Oké, Diana, kosarazó is lehetek. Smiley, nagyon remélem. Emberek, képzeljétek, Smiley a személyes stylistom lett. Igaz, Smiley? Igen. Emberek, írjátok meg, hogy tetszik nektek jobban Smiley, mint kosarazó, vagy mint stylist. Érdekes lesz ezt elolvasnia, de nekem is. De nekem jobban tetszik kosarazóként, mint stylistként. Oké, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt. Na, sziasztok! Sziasztok! Találkozunk, menjünk, Smiley!